Sziasztok, kedves barátaim! Akkor ma utolsó epizódunk van a bőtölésről. Ahogy meséltem, hogy szerettem volna most itt a tavasz és egy darabig bőtölni, hogy megkapjam lelki áldásokat, lelki eredményeket, de szerencsére úgy olyan elrendezés volt, hogy kaptam gyümölcs, zöldség, leveket, ami kellemes a hasznossal, meg a testet is méregtelenítettem, mert ezelőtt csak teákat ittam. Ugyanakkor, ha bár én nem érdekelt akkor a testi dolog, de éreztem, hogy nem történnek olyan változások a teáktól, aminek kell történni a szervezetben, mert én már sokszor bőtöltem és ismerem ezeket a mozgásokat szervezet belül, de amikor megkaptam a gyümölcsleveket, nem is terveztem, akkor nagyon jól működött. Beszéltünk testi hatásáról, mi történik a szervezetben. Természetesen tudok még hozzáfűzni egy pár dolgot, hogyha akarjátok méregteleníteni a szervezetet. Igen, gyümölcs, zöldséglevek, tejákat is lehet, ami keserű. Minden, ami keserű, hígítő hatással van a toxinokra, ami a szervezetben van. Ezek a toxinok nagyon sűrű, és bele vannak így ívódva az embernek a szövetbe, az izomba, mindenhova. Amikor valaki keserű ízt fogyaszt, az lehet teja, akkor az íz az oldja. Ugyanakkor meleg, forró és olajok. Olaj ugyanúgy hígítőként hatással van a toxinokra. Szóval ez is lehet használni. Általában, hogyha valaki köztetek vette ilyen méregtelenítő teákat, akár patikába, akkor tudtok tapasztalni, hogy keserű ízű ezek. Ezért nem jó cukrot rakni. Hogyha mi édesen iszunk valami cukorral, akkor az nem fog olyan jól méregtelenítő hatással lenni. Mentálisan arról már beszéltünk, ma a lelki segítségről beszélek, amit nyújt a mi kis bőtölés sorozatunk. Hát először ember elszakítja az érzelmeket, az elmét, a tudatot, a testtől, mert már erről is beszéltünk, hogy ember, amikor bőtöl, akkor észreveszi, mennyire érzelmileg benne vagyunk az étkezésbe, magyarul a testnek az életében. És amikor valaki elszakítja, az minden jóga és javasolja, hogy van pratyahára, ez egy jó magas szint a jógában, ashtanga jógának egyik része, amikor ember próbál elvonni tudatot az érzékszervektől. Én bhakti jógában is vannak ilyen javaslatok, de ez nem tud ember csinálni csak mesterségesen, hanem hogyha van jó szadana, lelki gyakorlat. Ha próbál elmerülni lelki gyakorlatba, akkor fog kapni sok erőt erre a lemondásra. Igenis, ez lemondás, vagy tapasya, vagy vezeklésnek számít, mikor valaki bőtöl, ezért vannak ilyen jó mellékhatásai test és tudat szinten. És amikor ezt csinálja, akkor ez az állapot, Bhagavad Gita igazából erről beszél, hogy matraszparsasztikanti, asitosna szukhadukhada, agampanyani, tamtamstati, tamstitiksasva, bárata. Hogyha valaki el tudja szakítani a saját érzelmeket a testtől, mint mondjuk evés, akkor át tud kapcsolni a lélekre. Mert azért nem tudjunk érezni magunkat, mint lelkek vagyunk, tapasztalni lelki élményeket, mert érzelmileg el vagyok merülve a testbe. És a bőtölések segítenek kilépni ebből a meditációból, és átkapcsolni a lelki szférára. Ilyen segítséget nyújt a bőtölés. A történelemben nagyon sokat lehet olvasni, voltak
hat goszvámik, szent személyek, Vrindávanban, szent városában lakták, ők annyira el tudták merülni lelki gyakorlatokba, lelki élményekbe, a Isten irányi szeretetbe, boldogságába, hogy ők nekik fordítva volt, ők elfelejtették a testről. Volt, mikor elfelejtettek enni több napig, valamikor elfelejtették aludni több napon keresztül, függetlenül működtek a testtől, és amikor valaki ilyen lelki szinten van, akkor már ott a lelki energia kontrollálja a testet. Nekünk ez először fordítva kell csinálni, tudatosan kell, hogyha valaki szeretne lelkileg fejlődni. Persze ez most, hogyha valaki köztetek megcsinál 2-3 napot, 10 napot. Nem ajánlom 10 napot, hogyha nincsen mellettetek szakértő, és nincs tapasztalatotokat, nehogy legyen baj, mert ez egy ilyen ártatlannak tűnik, de komoly problémát lehet szerezni. Én már találkoztam lelkes személyekkel, akik egész életére problémát szerezték maguknak, azért, mert nem tudták, hogy kell bőtölni, főleg kilépni a bőtből. De kipróbálni lehet, 4 napig az jó, és fogtok tapasztalni, hogy mennyire lehet függetlenül a testtől gondolkodni. Elején most ez egy erőfeszítés, mert ahogy mondtam, nekünk a testünk teljesen hozzá van kötve, hozzá van forva a testhez, a tudatunk, ezért ez most nekünk erőfeszítés. De ez egy jó gyakorlat, hogyha valaki meg tudja kapni a lelki eredményeket ilyenkor, akkor át tud értékelni az egész életét, és meg tud változni a hozzáállás az életéhez. Szóval legjobb, hogyha mi akár egészség miatt akarunk bőtölni, de mindig rakjunk bele lelki célokat, mert ez a legmagasabb, és akkor minden más szinten is biztos, hogy lesz jó eredmény. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Írjátok a kommentekben, hogy ki szokott köztetek bőtölni, milyen tapasztalatok vannak, ki szokott azért bőtölni, hogy meggyógyuljon a testje, méregtelenítsen, ki azért bőtöl, hogy lelkileg vagy érzelmileg rendbe jöjjön. Természetesen ez nem a fő lelki gyakorlat, hanem ez egy kiegészítő gyakorlat, időnként nem rossz. De amúgy gondolom tudjátok, hogy Ekádasi 11. nap, teli hold és a új hold után, az majdnem 2 hetente van, az kedvező bőtölésre mindenkinek számára. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Rendben, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok meg a csengő gombot, lájkoljatok a videót, írjátok a kommenteket. Köszönöm szépen! Mindenkinek jó felkészülés a tavaszra, a nyára kívánok, és vegyük menedéket lelki tudásban, akkor nem fogunk függni a külső problémákon. Köszönöm szépen, Hare Krishna!